Egy perces néma fülhajtással emlékeztek a képviselők a közgyűlés kezdetén a 77 esztendős korában elhunyt dr. Rábaközi Ferencre, egykori önkormányzati képviselőre. A közgyűlésen és a tegnapi bizottsági ülések során is több fejlesztésről döntöttek. Ezek egy része az iskolákat érinti. Több iskola esetében vizes blokkok felújítása kezdődhet meg, a Kodály általános iskolában a homlokzat felújítása, a Tóparti gimnázium esetében pedig teljes belső és külső felújítás lesz. Ezeknél a fejlesztéseknél lezárta a bizottság a közbeszerzési eljárásokat is. Kérdésünkre Cserpalkovics András elmondta, ezek a középiskolai kampuszhoz kapcsolódó oktatásfejlesztési program részeként állami forrásból valósulhatnak meg. A fejlesztések második része az ivóvízre és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre vonatkozó fejlesztéseket takarja, amelyek elindításáról a vízi közműfejlesztési alap terhére döntött a közgyűlés. A közgyűlésen egyhangú döntés született. A fehérvíz integrációjával kapcsolatban Cserpalkovics András elmondta, hogy a közgyűlés legutóbbi döntését határidőre elküldték a Nemzeti Vízművek ZRT-nek. Most várják a hivatalos válaszokat. Ezek után lehet majd döntést hozni az integráció következő lépéseiről. Több egyeztetés zajlott az állami vezetőkkel, Gulyás Gergely miniszterrel és az ITM államtitkáraival is. Ami tisztázódott, hogy ha és amennyiben az integráció megtörténik, akkor a fehérvíz többsége továbbra is önkormányzati tulajdonban marad. Fontos tisztázott kérdés az, hogy a szolgáltatás biztonságát garantálni tudjuk, ennek felelőssége pedig január 1-től az államra száll át. A vagyont az állam nem értékesítheti, tehát privatizációra nincs lehetőség, tehát az továbbra is közösségi tulajdonban ebben az esetben. Ha integráció van, akkor állami tulajdonban, ha nincs integráció, akkor pedig önkormányzati tulajdonban fog maradni. Aki amilyen időpontban csatlakozik az integrációhoz, onnantól számíthat a veszteség finanszírozására. Székesfehérvár esetében ez 1,1-1,6 milliárd forintot jelent. Integráció esetén a vízközmű alapokat is át kell adni az államnak, viszont a fejlesztéseket innentől kezdve az államnak kell megvalósítania. A bejelentések között hangzott el, hogy a távhőrendelet még nem jelent meg, ezért várhatóan október 2. hetében tud dönteni a testület az energiaárakkal kapcsolatos intézkedésekről. A kormány a távhőárában is arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem hátra mennek az árak, hanem fölfele. Ezért, és viszont erre vonatkozó döntés még nem született meg, amit döntő majd mértékben befolyásolja a fejvári közszolgáltatásának fenntartási lehetőségeit. Ezért ezzel az égető kérdéssel még nem tudunk érdemben foglalkozni. A nyílt napirendi pontok között tárgyalta és fogadta el a testület a Város Fenntartható Energia és Klíma Akció tervét és a Környezetvédelmi Program 2020-2025 dokumentumokat is. Ezek azok a stratégiák, ami a cselekvési tervekkel együtt biztosítják azt, hogy az a klímavédelmi átállás, ami elvárás mindenki részéről, és mondjuk a szén-dioxid kibocsátást, illetve a zöldesítést és minden környezetvédelmi kérdést biztosít a város számára, azok meg célzottan annak megfelelő rendben menjen végig, ahogy azt megálmodta Székesfehérvár. A testület elfogadta a közlekedés monitorozó és modellező eszköz teszterületének biztosítására vonatkozó együttműködést is.